Hogyan lehet a semmiből a csúcsra jutni? A Kingston Technology története választ ad a kérdésre. Két egyszerű mérnök, egy forradalmi ötlet, és indulhat a kaland. Kezdetben csak egy álom és egyetlen termék állt rendelkezésükre, mára azonban a világűrben keringő műholdak is az ő termékeikkel működnek. Kingston története inspiráló lehet bármely vállalkozó számára. 1987. október 17-én két mérnök, John Tu és David Sun megalapították a saját startupjukat. Annak, aki a biznisz világában ismeretes, feltűnhet a dátum, ugyanis két nappal rá, 19-én volt a Fekete Hétfő, az amerikai történelem egyik legnagyobb tőzsdei összeomlása. John és David megtakarításai ezzel el is úsztak. Ez azonban nem tántorította el őket. Belevágtak a vállalkozásba, és az akkori memória csipek iránti nagy igényre reagálva egy új típusú memóriamodult fejlesztettek ki. Ez az új termék gyorsan iparági sztenderdé vált. Ez a kezdeményezés nem csak újraírta, de fel is rázta a tech piacot, aminek köszönhetően a Kingston robbanásszerű fejlődésnek indult. Ez a lendület az évek során egyáltalán nem lassult. Sőt, mindössze 5 évvel az alapítás után a Kingston már az USA egyik leggyorsabban növekvő vállalataként volt számon tartva. Magukról azt kommunikálják, amit sok más cég is. Itt jó a munkakörnyezet, és inkább családként operálnak, sem mint vállalatként. Az a durva, hogy ez náluk tényleg így is van? 7 évvel az alapítás után elérték az 1 milliárd dolláros bevételt, amit nem szokványos módon ünnepeltek. Az összes dolgozójuk nevét megjelentették újságokban, többek között a Wall Street Journalben, majd gigászi 130 ezer dolláros bónuszt adtak a cég akkori 550 alkalmazottjának. Ez ma körülbelül 92 millió forintnak felel meg, dolgozónként 92 millió forintnak. Többször felkerültek az USA legjobb munkahelyei listára, egyszer egészen a második helyig röpültek. A munkatársakat nem csak alkalmazottakként, hanem egy nagy családtagjaiként kezelik. Ezt a szemléletet John és David már a kezdetektől fontosnak tartották, ami végül meghatározóvá vált a cég sikerében és kultúrájában. Ilyen nagy vállalatok esetében ritkán, sőt, szinte soha nem hallani ilyet, úgy, hogy azt be is tartják. Szót kell ejtsünk a Kingston logójáról is. A logón szereplő figura neve Rex. Biztos sokszor láttad már, de tudod, hogy mit jelent? Rex feje teteje, és vele együtt az agya hiányzik. Nem véletlenül. Régen az volt melléírva, improve your memory, vagyis javíts az emlékezeteden. A mondást már nem használják a kampányaikban, de a kabala jelentése ugyanaz maradt. A Kingston mára a 150 legnagyobb független vállalatok között van az USA-ban, és több mint 2000 árucikket kínálnak eladásra 175 országban. A fő székházuk Kaliforniában, a Fountain Valley-ben található. A magyarországi ügyeket az angliai alszékházukban intézik. A cégnek jelenleg 3100 dolgozója van. A Kingston világszerte 59 gyártósorral rendelkezik, amelyek évente több 100 millió termék előállítására képesek, és a nap 24 órájában üzemelnek. Nagyon szigorú minőségellenőrzési és tesztelési folyamatokon esik át minden termékük. Egy kis gyors talpaló azoknak, akik nincsenek nagyon ott a technológia világában. A memóriamodulokat más néven RAM-nak nevezzük. Magyarul közvetlen hozzáférésű memória. Ez elengedhetetlen minden számítógép működéséhez. Többféle RAM létezik. Más és más rendszerekhez különböző követelményekkel és tulajdonságokkal. A leggyakoribb fajták a dinamikus RAM, vagyis a DRAM, és a statikus RAM, vagyis az SRAM. A kettő máshogy működik. Habár a DRAM lassabb, mint az SRAM, de alacsonyabb az előállítási költsége, nagyobb a memória kapacitása, és egyszerűbb a felépítése. Na, a Kingston már 19 éve a legnagyobb független DRAM gyártó a világon. A biztonság terén a Kingston Iron Key termékei különösen kiemelkednek. Ezek a titkosított tárolóeszközök a legmagasabb szintű adatvédelmet nyújtják, legyen szó vállalati, kormányzati vagy magánadatok védelméről. Számos titkosított memóriaterméket árulnak, a sima USB-ktől az öntitkosító SSD-kig. A katonai szintű titkosítási szabványoknak köszönhetően ezek a termékek biztosítják, hogy a rajtuk tárolt adatok teljes biztonságban maradjanak. A magánszemélyeknek persze ritkán van ilyesmire szükségük, de vállalkozásoknak már annál inkább. És ami a legizgalmasabb, hogy a kormányzati ügynökségek is ilyeneket használnak, hogy a bizalmas információikat tárolják. Egyébként az Iron Key egy internetbiztonsági és adatvédelmi cég volt, amit 2016-ban vásárolt fel a Kingston. Az Iron Key megbízást kapott az USA Belbiztonsági Minisztériumától, hogy készítsen egy USB flash drive-ot, kifejezetten az amerikai kormány és a hadsereg számára.
ma pedig már a világ legnagyobb titkosított memória gyártója lett a Kingston Iron Key. Ha védenivalód van, az amerikai hadsereg választásánál te sem találhatsz jobbat. És ezzel elérkeztünk a cég másik izgalmas termékcsaládjához. A Kingston Fury egy olyan adattároló család, amit kifejezetten gamereknek, PC-rajongóknak és profi tartalomgyártóknak terveztek. A korábbi HyperX termékvonalat újra brendelték, továbbfejlesztették, és így született meg a Fury. A Kingston Fury név a márka szenvedélyes és vad jellegéről árulkodik. A Fury termékeknél a fókusz a gyorsaságon és a kimagasló teljesítményen volt, hogy zökkenőmentes játékélmény nyújtson a felhasználóknak. Látványos dizájnnal rendelkeznek a termékek, RGB világítás is van beléjük szerelve, így bármelyik PC-bírnek harmonikus részei lehetnek. A Fury egy jól ismert név a piacon, és egy sima termék kategóriából egy teljes értékű gaming márkává nőtte ki magát. A Kingston Technology tehát nem csak egy vállalat, amely memória és tárolási megoldásokat kínál, sokkal több annál. Az 1987-es alapítás óta eltelt idő alatt a Kingston folyamatosan újra definiálta a memória technológia, adattárolás és a biztonságos adattárolási megoldások világát, miközben egy olyan vállalati kultúrát hozott létre, amely példaként szolgálhat szinte minden vállalat számára.